Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogy érzi magát, bepillantunk az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogyan közeledik hozzád az ő következő lépése. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő terve, mi az ő gondolata, az itt látható, itt a kehely, az jelenti az ő érzelmeit, ő nyitott, vidám, kimutatja az érzelmeket, sőt, itt táncol. Az is lehet, hogy tervez egy ünnepséget, vagy lesz egy meghívás, és veled együtt akar itt táncolni. Ami még nagyon jó, hogy ki fogja mutatni az érzelmeit. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, konkrétan bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható ez az érem, az utal az ő anyagi helyzetére, utal a munkájára, a hivatására, új irányba tekint, valamit szeretne változtatni, és ami ezt a területet illeti, itt vannak még korlátozások. Valamit szeretne változtatni a munkát, a hivatást illetően. Ez az arany érem jelenti a megbecsülést is. Ő kifele úgy mutatja, mintha minden rendben lenne, ő vidám, ott táncol, de belülről nem érzi jól magát, hiszen bizonytalan korlátozások vannak, valamit szeretne változtatni, mások átnéznek rajta, nem kapja meg az elismerést. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy hogyan közeledik hozzád az ő következő lépését, itt látjuk. Itt meg lesz majd azért a bátorság, irányítani fogja a dolgokat. Lehet, hogy nem beszél ezekről a korlátozásokról, hanem másképp közeledik hozzád így vidáman. Itt a tűz eleme jelenti akkor az ő lelkesedését, vagy a testi kapcsolatot. És ez a kártya jelentheti azt is, hogy itt lesz egy meghívás, hiszen szeretne veled együtt elutazni. És mi az, ami összefűz benneteket? Itt látható a belső harmónia. Sőt, én azt is mondanám, hogy van hasonlóság kettőtök között. A képek duplán jönnek, tehát utal rád és őre, és így most egy hangban vagytok egymással. Nála van ez a belső feszültség. Kifele mutatja a vidámságot, belülről elgondolkozik a dolgokon, de ami téged illet, ami kettőtöket illet, itt kimutatja majd a bátorságát, a lelkesedését, és így hasonlítatok egymáshoz. Ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!